Köszöntelek szeretettel! Mai jogázáshoz kérlek készíts elő egy kényelmes párnát és egy könyvet, ami majd később egy légzőgyakorlathoz fog kelleni. Lehet kicsit nehezebb könyv és kicsit súlyosabb, nem kell azért a révait elővenned. A gyakorlás elején ül kényelmesen, ez történhet egy széken vagy már rögtön az ágyadban. Húzd ki magad, és a belégzéssel emeld fel az álladat, kilégzéssel hajtsd le a fejed. Egész gyakorlat alatt maradj megengedő. Figyeld meg finoman az izületeknek a mozgás tartományát, és hallgass a testedre, hogy mi az, ami jól esik most így nap végén, alvás előtt. És szépen lassan majd a gyakorlás után annál könnyebb lesz ellazulni a relaxációban, és akár bele is aludni. Emeld az egyik füled, és akár görgesd hátra a válladat egy párszor, majd a másik irányba is. Emeld a füled, picit mozgasd át a vállad, így átmasszírozva a tarkót, a nyakad oldalát. Emeld majd a tekinteted, és egy párszor indíts fejkört lassan, csak magadra figyelve mindenre, ami a mozgás útján történik. Ha úgy érzed, válts irányt, ne szédülj. El is képzelheted ezt úgy, mint egy sepregetés. Biztosan érzel a nyakban blokkokat, elakadást, húzódást, ami bizonyos mozdulatoknál jelentkezik. És a fejkörzéssel, mozdulatokkal sepreges végig el az útból. Engedd bejáratódni a nyakadat. És nem kell most azzal foglalkoznod, hogy ez hogyan néz ki, arra figyelj, hogy neked mi az, ami igazán jól esik. Egy nagy belégzéssel emeld a karokat föl a magasba, kulcsold össze a kezeket, tedd a fej mögé, és megint a belégzéssel hajolj el oldalra. Ezt tartsd meg egy kicsit. Ha jobbra hajolsz, akkor lélegezz a fölül lévő oldaladba. Letámaszthatod majd a kezedet, és engedd tovább nyílni a mellkas területét. Erőlködéstől mentesen lélegezd át a bordakosarat. Lassan emelkedj majd vissza. Figyeld meg az érzeteket a két oldaladban, miben különbözik. Belégzéssel újra emeld a két kart, összekulcsoljuk, figyelj, hogy ne told a kezekkel előre a fejed, fújd ki a levegőt, és újra a belégzéssel pedig hajolj el másik oldalra. Tartsd meg, lélegezz, és aztán kis idő elteltével támaszd le a lenti kezedet. Érezd jól magad. Belégzéssel finoman emelkedj vissza. És megint csak csekkold a két oldal különbségét. Belégzéssel megint emeld fel a karjaidat. Mutass fölfelé pisztolytartás, köldöködet húzd hátra, és nyújtózz a magasba. Kilégzéssel engedd le a két kezed. Kicsit átjáratjuk a csípőt, és a gerinc alsó szakaszát,
a már jól bevált, jól ismert térdlapozgatással, jó könnyedén végezd el, lehet a kéztámasz, vagy akár alkartámaszban is hátul a kezünk. Hajtsd fel a bal lábad, jobb láb lesz szabad, és lépeges oldalra is magad elé. Segíthetsz a kézzel, tehát foghatod a térdedet, járasd át a csípőt, majd elölállítsd meg a lábat, és fogd meg a lábszárad, ringasd el, mintha egy bébi lenne, magad előtt keresztbe. Lábadat törekedj minél jobban ellazítani, elernyeszteni, és csak a kéz mozgassa be a lábait. Lép majd le magad elé, két ülőcsonttal nyújtózz lefelé, két karral fölfelé. Kilégzés, egy könnyű csavarás. Bal kéz fogja a jobb térdet vagy lábszárat, és nézz el a vállad fölött. Belégzés, megint emeld a kart, támaszkodj a sípcsontra, és puhán gördítsd a gerinced. Belégzés, megnyújtózunk, kilégzés, csavarás. Belégzés, emeld a kart, és puhán gömbölyítsd a gerinced. Utolsó ismétlés, könnyedén, ráéréssel végezd a gyakorlatokat. Innen aztán megcseréljük az oldalt, most a jobb lábadat húzd be a gáthoz, és a bal lábbal lépkedj előre és magad mellé. Itt is foghatod a térdedet, segítve ezzel a csípőnek a munkáját. Elölállítsd meg, és nyújtózz a két karral fölfelé, kilégzéssel finom csavarás, nézz hátra. Belégzéssel nyújtózz a magasba, és puhán gördítsd a gerinced itt is. Folytasd a saját egyéni tempódban, egy csavarás és egy gömbölyítés, medence billentéssel együtt. Törekedj arra, hogy csavarásnál mind a két ülőcsonton ülj, akkor is, ha puha felületen ülsz az ágyadon mondjuk. Majd, ha megvolt a harmadik ismétlés, akkor felváltva, mint ha eltolnád a talpad, picit mozgasd át a csípőd. Majd helyezkedj el úgy, hogy a jobb láb nyújtva, a bal láb pedig bal lábat behúzzuk a combtőhöz, párna legyen a készenlétben. Két csípő a jobb láb felé néz. Belégzéssel magas tartás, kilégzéssel dönts egy kissé előre a csípődből, és aztán engedd rá a fejed a párnára. Nyugodtan helyezkedj el kényelmesen, egy picit tovább fogjuk tartani ezt a pózt, és rendezd el a párnádat úgy, hogy valóban a párna tartsa a fejedet. Tehát ne neked kelljen az izmokkal megtartani a fejet. Jó, már ez az előre hajtott és fej megtámasztott állapot, ebben benne tartózkodni, ez már nagyon sokkal közelebb visz az alváshoz, paraszimpatikus állapotba. Lélegezz mélyen, ha bárhol kényelmetlenséget érzel, akkor igazíts a testhelyzeten. És fokozatosan engedd el a feszítéseket, a test felhalmozott feszítéseit, amit akár napok óta, vagy hónapok, ne adj Isten évek óta tárol. Minden nap van ilyen lerakódás,
interakciókból, emlékekből, beszélgetésekből. Engedd ezeket tisztulni. Puhán lassan gördülj, majd feltámaszt a kezed, és egy picit várakozz, amíg a keringés visszavált. Megint a másik oldal elvégzése előtt egy párszor átlapozzuk a térdet. Hajtsd befelé a térdet, amíg a másikat pedig megállítva tartod. Majd most nyújtsd a bal lábad, jobb láb a combtőnél, és a két csípőcsontot megfogva igazítsd a nyújtott lábad irányába. Belégzés, magas tartás, kilégzés, dönts előre csípőből, amennyire engedi a határ. Ha nagyon feszül a lábad, behajlíthatod a térded. És aztán hosszan a kilégzéssel homlokot rátámasztva a párnára pihenj meg. Itt is nem baj, hogyha kezdeti helyzeted az nem a végleges. Nyugodtan igazgasd magad, vagy igazítsd a párnát, hogy ez valóban egy segítség legyen most, és ne csak díszlet. Valóban a párna tartsa a fejed. A nyak és a gerinc egész nap tartják a fejed. Most lazítsd el. Lélegezz mélyen, hasfal laza. Majd, ha lassan kijössz belőle, támaszd a kezeket combtőhöz, puhán gördülj fel, és hagyd magadnak időt. Ne kapkodj. És megint lapozgasd a térdeket, kissé kiegyenlítve az energiákat, nyújtás, feszítés állapotát a lábakban is. Minden aztán helyezkedj el kényelmesen, egyenesen az ágyadba is feküdhetsz, relaxációval fogjuk zárni a mai alkalmat is, és bátorítalak arra, hogy belealudj ebbe a relaxációba, úgyhogy nyugodtan tegyél meg minden olyan igazítást, amihez kell. Térd homlok tartással kioldjuk a derekat egy picit, majd a lábakat emelt fel a mennyezet felé, lehet hajlítva is, lehet nyújtva is, lényeg, hogy teljesen lazítsd el a lábakat, foghatod is a kézzel, érezd, ahogy könnyebbednek a lábak, a viszerek, kicsit megtámogatjuk a viszeres működést. És aztán lassan helyezkedj el egy kényelmes fekvőhelyzetbe. A könyvet készítsd oda, és tedd a hasadra. Köldöködre vagy a köldök alá egy kicsivel. Kényelmesen. Engedd le a két kezedet, csípőd mellé. Engedd lecsukodni a szemeidet, és érzékeld, ahogy a hasadon a könyv emelkedik és süllyed. Pusztán a légzés által. A sokat emlegetett hasi légzés az kulcsfontosságú a jó alváshoz, és ezzel a gyakorlattal, hogy ráteszel egy súlyt, egy nehezéket a hasra, könnyebben megérezheted. Egy idő után már könyv nélkül is
csak a hasfal fog mozdulni, és a mellkas mozdulatlan marad a légzéssel. Halld a légzés hangjait, és engedd ellazulni, kiolvadni a teljes testedet, a fejed búbjától a talpakig, a bőr felszínétől egész a csontokig, zsigerekig. Lazíts, és figyelmed a légzéseden, pihentest. Lazíts. Szemléld a légzésedet, és nyugodtan aludj bele ebbe a relaxációba, vagy ha még van egy-két dolgod ma estére, akkor lassan, fokozatosan ébredj vissza, lassú mozdulatokkal fordulj át az oldaladra, és a kéz segítségével támogasd fel magad. Tedd össze a két kezed, és köszönd meg, hogy így zártad a napodat. Jó éjszakát, egészségedre! Az online program a WECOP 7.2.2 kötőjel 17 kötőjel 2017 kötőjel 0004-es számú a Zuglói Lakosság Egészségfejlesztése című projekt keretein belül valósult meg. A videó készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.